Az Andrusz Országos Egyesületnek nagyon fontos, itt Nagykanizsán, hogy minél több fiatalhoz jutassuk el az önvállalkozás, önfoglalkoztatás lehetőségét, hogy akkor, hogyha mondjuk egy középiskolából el tudnak indulni majd a nagybetűs élet irányába, akkor tudják, hogy mi az a vállalkozás, hogyha esetleg saját maguk akarják megteremteni saját maguknak a lehetőségét arra, hogy akár önmagukat feltartsák, vagy éppen tovább foglalkoztassanak másokat. Tehát nekünk ezért az Egyesületben olyan fontos, hogy minél több olyan ismereteket adjunk át a nagykanizsai fiataloknak, amelyet fognak tudni élni akkor, amikor már az iskolát befejezik. Tehát ezért ez a fontos ebben a napban. És olyan előadókat próbáltunk meghívni a mai napra, akik sikeresek a saját vállalkozásukban, és mind helyi vállalkozók, nagykanizsai vállalkozók, hogy mondják el azt a tapasztalatot, hogy ők hogy kezdték el a vállalkozásukat, hogy miért tartották fontosnak, és mi a siker záloga, hogyha ezt így lehet mondani. És azt gondolom, hogy a négy előadó, akiket meghívtunk ma, azok biztosan el fogják tudni mondani, hogy miért érdemes, vagy érdemes egyáltalán elindulni a vállalkozás irányába. Elsősorban az édességipar irányába mozdultunk most el, ezért egy helyi fagylalkészítő vállalkozót hívtunk meg, illetve egy olyan péküzem tulajdonosát, aki itt Nagykanizsa mellett egy portán van egy vállalkozás, egy Nagykanizsa üzletei is vannak, tehát itt is árusít, és van egy süteménykészítő mester, vagy cukrászmester, aki süteményeket készít, de ilyenkor bombonokat is, tehát minden olyan, ami fontos számára, és ami minőséget jelent, azt be fogja mutatni mai nap a termékeibe. És ugye azt mondtuk, hogy az édesipar irányába mozdultuk, illetve abba az irányba, ahol az élelmiszereket jobban meg lehet tekinteni, akkor próbáljuk meg olyan nyomdaipari termék előadót is idehívni, aki talán be tud segíteni nekik, hogy különböző nyomdaipari termékeket készítsen, amivel promóciót meg tudja alkotni. Ezért meghívtuk Tornai Timiát, aki a Core Group Kft.-nek a tulajdonosa. Így tehát négy előadó fog ma szerepelni, mind a négy sikeres vállalkozó Nagykanizsán, tehát azok a fiatalok, akik ma el fognak jönni, vagy azok a részvevők, akik el fognak ma jönni, bizonyára sokat tudnak tanulni. Mindenképpen támogatnám azt, hogy több vállalkozás legyen. A kis és közép vállalkozóknak a rétege az nagyon fontos szerintem a társadalom részére, hiszen nem csak a munkalehetőség, amit ugye, hogy munkalehetőséget tudunk biztosítani, hanem amúgy ennek van egy olyan fajta ereje, gazdasági ereje is, ami megalapozhatja a gazdasági föllendülésünket, vagy azt, hogy azokat a családias jellegű, de mégis komolyan működő vállalkozásoknak a vállalati kultúrája szerintem az nagyon fontos, és ez mindenképpen támogatandó. Mi lenne a mai előadásodnak a legfontosabb üzenete mondjuk a fiataloknak? Mindenképpen az, hogy ha vállalkozó vagy vállalkozásban gondolkodnak, akkor nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy az, hogy ő a vállalkozó, az csak arra elegendő, hogy őneki van egy nagyon jó ötlete, amit majd ki fog vitelezni. De az, hogy ez a vállalkozás mennyire működőképes, mennyire sikerre ítélt, az mindig azon a csapaton, azon a dolgozói szférán múlik, akiket ők alkalmazni fognak. És hogy azoknak a well-being-je, vagyis azoknak a jóléte, az, hogy őket hogyan támogatja, motiválja, ez fogja meghatározni azt, hogy ez a vállalkozás mennyire lesz sikeres, és mennyire lesz életképes hosszú távon. Akkor a saját vállalkozásodról egy pár gondolatot. A Code Guru Kft. Egy 10 éve működő vállalkozás. Az ipari jelölés technika, a termékazonosítás, nyomonkövetés, a csomagolás technika és a nyomda technológiának a piaci szféráján egy kereskedő vállalkozás, aki ezekkel a technológiákkal, ezeknek a technológiáknak a megvalósítóival, mint a címkenyomtatók vagy a címkék, a szoftverek, a címke tervező szoftverek, vagy azok a technológiák, mint például a tintasugaras feliratozás, vagy egy fólia felülnyomtatás, ezeknek a gépparkják, a kellékanyagát, a hozzátartozó szolgáltatásokat nyújtja azoknak a gyártó cégeknek, akiknek ugye törvényi kötelezettségük az, hogy a termékeiket jelöljék, a szavatosságát, vagy egyéb olyan információkat feltüntessenek, amire ugye az értékesítés során az, hogy piacra kerülhessen egyáltalán, még belföldön is, erre szükségük van.